אנחנו לומדים בתוך זוהר לעם, כרך י"ב, קטעים נבחרים, אנחנו בעמוד 143. Zohar mindenkinek könyvből tanulunk, a 12-es kötet, ahol ugye idézetek vannak, mondták a héber oldalszámot, jó és rossz, ezek a válogatásnak a címei. Kérdéseket föltenek a kabaratévén keresztül, a kívánatott kérdések ki lesznek sugározva a lecke során. Tehát Zohar mindenkinek jó és rossz. A teremtő irányítása. 138. A teljes különbség e világ között a korrekció megkezdése előtt, illetve a korrekció végén, a korrekció vége előtt a malhutot úgy hívjuk, hogy a tudás fája, amely jó és a rossznak az ismerete, mivel a malhut a teremtő irányítása ebben a világban. Amilyen mértékben a megszerző nem teljesek még, azaz nem képesek megkapni a teljes bőséget az Istennek, amely bele van rakva a teremtés alapgondolatába, az irányításnak csak a jó és a rossz megkülönböztetése által lehet működnie, jutalom és büntetés formájában, azért, mert a megszerzési edények, abban bele van nyomtatva az önmegszerzés, amely nagyon behatárolja ezeket az edényeket, és elválasztja a teremtőtől őket. A teljes előnye, annak a hatalmas mértéke, amelyet ő nekünk szánt, az kizárólag az adakozáson kezdhető el, amely egy öröm, amelynek nincsenek limitációi és határai, azonban az önmegszerzés az nyilvánvalóan be van határolva, meg van szorítva azért, mert ez a fajta dolog el van zárva az örömtől, ezért éhezik az örömre, és írva van, az Úr mindent a saját értelmének megfelelően tesz, azaz a világ az kizárólag a teremtő feladakozás által jelenik meg. Ilyen módon azok, akik ezen dolgoznak, ők teljesen ellentétes kontrazon vannak azzal, hogy meg lettek teremtve, meg amit látnak, hiszen az egész világ az értelmet megteremtő, mondja a teremtő. Az Úr minden a saját céljára megfelelően tesz. Oké, tehát itt van egy kérdés. Miért mondja azt, hogy ez a fajta éhezés lesz majd az örömnek a forrása? Tehát az emberek végtelen módon akarnak egyre többet és többet, ugye igen vagy nem? Akkor hova a hiba? Tehát nyilvánvalóan, tehát én minden pillanatban egyre több profitot akarok, akkor hogy lehet ez, hogy ez az éhezés bekapcsolja az örömet, vagy nem? Tehát hogyan? Mert a hiány az növekszik. Én nem értem, magyarázd el nekem gyorsan. Nem érti, magyarázd. Mi nem? Tehát, hogyha az éjség bekapcsolja az örömet, akkor még többet akarok. Tehát én azt akarom, hogyha az örömet bekapcsolja az éjség, ezért én többet és többet akarok, nem? Éhezni akarok az örömre. Nincs más választásom, mint előbb-utóbb az adakozásra fordulja. Kérdeztek egy kérdést? Tehát honnan származik ez? Oké, na de... Mivel a kitöltés kikapcsolódik, ezért a hiány megmarad, ezért nem érzek örömet, mivel ez csak akkor jelent meg, tehát amikor én éhes vagyok, és én valamit megeszek, amit szeretek, tehát én élvezem, mit élvezek, mondja rá, azt, hogy az éjség ki van töltve, telített kitöltöttséggel, azonban, hogyha ez nincs meg, tehát miután a megszólítás miatt nincs kitöltés, ezért csak a hiány jelenik meg, és nincs teljesség. Abban a pillanatban, amikor az egyik kitölti a másikat,
Tehát amikor a hiány eltűnik, akkor az öröm is eltűnik, mondja Rab. Tehát nekem így kell maradni, mindjárt az öröm ellenében vagy nem ellenében, így kell haladnom. Tehát látni kell, hogy a világ emberei, azok igazából alig tudnak valamit is élvezni. Tehát lássátok, hogy milyen módon... Tehát hogyan lehet ezt élvezni, vagy azt élvezni? Nyilván az emberek azért mennek valamelyik irányba, mert kevés az örömük, és végezetül... Nyilvánvaló, itt egyfajta dolog megjelenik, hiszen nincsen kitöltés, tehát nyilvánvalóan először csalódunk a kitöltésben, ami egy ideiglenes dolognak tűnik, és aztán meg ezt nagyon hosszú ideig kezdjük el érezni, ami problémát okoz. És a tapasztalat megfelelően azt mondhatjuk, hogy ez mind értéktelen, akkor valamit tennünk kell, ugye? Ezért leszünk adakozók. Oké, na de amit itt elmagyaráz, az a megoldás is tartalmazza. Én nem tudom, mert te látod ezt, hogy benne van ez, hol van itt a megoldás? Hát az adakozás. Hogy az adakozás a megoldás. Oké, na de te megszerzésen merül vagy nem, tehát az öröm, az bekapcsolja a hiány. Na de hogyan lehet az, hogy az öröm nem kapcsolja be a hiány? Tehát, hogyha kívül maradna, és hogyan tudja mégis minden pillanatban emelni azt, hogy én az örömre törekedjek? Hogyan tudja ezt megnevelni? Tehát egész addig nem megy ez, ameddig el nem kezdünk megszerezni az adakozás érdekében, és akkor tudom helyreállítani a teremtőt magamban. Nincs más választásom. Tehát valóban ez az egyetlen módja annak, hogy elérjük a végtelen örömöt, mennyiségben és minőségben és időben és minden másban. Tehát milyen fajta beszéljünk? Amely az életnek egy nagy teljes belső érzékelése, amely nem megszerzésen keresztül valósul meg, hanem nyilván az evolúciónk végén, több ezer év után elértük azt a pontot, ahol befejeződik annak a megvalósítása, hogy a kapnakarás még jobban kiterjesztjük, tehát szex, food, család, tehát kaja, tudás, ezek befejeződtek, nem lehet tovább növelni ezeket, és ami maradt a számunkra az az, hogy megértsük, hogy annak érdekében, hogy az életünket folytatni tudjuk, valóban adakozásban kell lennünk, az különböző eszközöket kell tudnunk megragadni a kitöltésünk érdekében, mert mi érezzük a hiányt az adakozásra, ki kell tölteni bármivel, amivel csak lehetséges, és nyilván, hogyha nincs semmiben hiányom, akkor tehát ha nincs semmi önző vágyam, és mégis érezhetek egy végtelen örömet. Oké, de nekem megvan a hiányom, hogy nem magamat töltsem ki. Hát azt mondja, másokat akarod kitölteni, magyarul. Tehát neked mindig tőlük kell hiányt szerezni. Őket kell kitölteni. És akkor neked mindig van örömöd. De tehát mielőtt beleolvadtál volna oda, hogy megelégedéset okoz magadnak, két formát kell látnod. Tehát egyrészt élvezned kell a megszerzést és az adakozást is, és akkor két formáját látod annak, hogy hogyan kell dolgozni a vágyakkal. Ugye? Tehát a kabala edényeivel, meg az aspa edényeivel. Tehát egyfajta... Ezt nem értettem, ezt a szót. Tehát nekünk egyetlen módszerünk van, hogy a kapnakarásunkban örömet szerezzünk, ez az egyetlen, ami ki van találva, de nyilván az adakozást csak úgy fogjuk tudni érzékelni, meg örül, hogyha valóban egy kölcsönösségben leszünk, tehát egy helyzetben leszünk, ahol vagy ezt választom, vagy azt, természetesen a kapnakarás az mindig be van határolva, mert minden egyes alkalommal csak egy limitált edényem van, ezért, még hogyha én ki is tudom azt tölteni 100%-ig, az öröm az azonnal távozik, és elillan, mert ugye a hiány kikapcsolja ugye a kitöltés, ugye, de hogyan éreztem a vágyat úgy, hogy érezzem új módon, hogy ne tűnjön el, tehát hogy valóban állandóan folytatni tudjam az előadást egyre jobban és jobban.
Ezt kizárólag úgy tudom megtenni, hogyha megkülönböztetést teszek az öröm és a hiány között, az, a hiány az itt van, az öröm pedig bennem. Ugye szét kell választanom az örömet és a hiányt, ugye? Ezt tanuljuk. Tehát nyilván, miért van a hiány bennem, az öröm pedig bennem, még egyszer? Hát az öröm bennem van, az adakozást én kit, az a, tehát őt töltök ki, és én élvezem. És ilyen módon leválasztom az örömet és a fénytől, a haszadimet, az még középen van, ez a középső vonal. Tehát még egyszer, szétválasztom az örömöt és a kitöltést, és ez az egyetlen mód, ahogy ki lehet tölteni magamat. Ezért az életet kezdem el érezni, és nyilván ez az élet, a mi életünk, az egy átmenet, ezt is éreznünk kell. És ez egyszerűen azért van így, mert mi a megszerzésnek a módszerét használjuk az életünkben, és az élet pedig az adakozásként működik, ez a végtelen élet. De valójában egy rendszerben van minden, csak ez az, amit mi halálnak, meg életnek érzékelünk. Oké, na de miért annyira nehéz a jót választani? Ez világos. De miért van az, hogy gyakorlatban legyen nehéz? Azért, mert te ebben vagy belefoglaltatva, ez közel van hozzád, ezek az edények a te edényeid, ezeket kell érezned, mondja. Hogyha ti már tudnátok korábban, hogy ezt vagy azt az edényt használt, hát de hogyan lennél képes neked ehhez, neked a teljes teremtmény távolról kell nézned, felülről, hogy ezt érezd, hogy mi történik, de nem vagy abban a pozícióban. Ezért, hogy lásd az eredményét ennek, vagy annak az eredményét lásd, tehát hogy ebben adakozol, vagy abban megszerzed, nyilvánvalóan neked nincsen választás, ha nem ütszel ide. Természetesen, hogyha választhatnád az adakozást, de különböző okokért nem tudod azt választani. Ez világos? Tehát nyilván, ha valaki az adakozást választja, az nyilvánvalóan a számomra, ez megszerzésbe fordul, de most nem akarom benneteket összezavarni. Oké, na de az, hogy mi az, ami az örömet megadja nekünk, kérdezi Sáj. Tehát nyilvánvalóan ebben a világban legalábbis, amikor örömet érzünk, akkor nyilvánvalóan a testnek a metabolizmusa. Hát persze, mondja. Tehát valamilyen elektromos ütés kell menni az agyadra, ez adja az örömet az agynak. Tehát bármit megtehetünk, a test az, ami elektromos csapást ad az agynak. Tehát csak az elektrokemikális dolgok, amik elektromechanikus ingert adnak az agynak, ezek jeltenek örömet nekünk, mert ugye az elektronok elhagyják az atomokat és a molekulákat a testben, és az agyat ingerlik. De hogy ez hogy válik örömmé? Ki tudja ezt elmagyarázni? Tehát Tehát, hogyha mi elektromechanikus rendszerekről beszélünk, beszélhetsz róla, azonban, hogy el tud magyarázni azt, hogy ha én ezt teszem, akkor ebből ekkora örömet kapok. Ha pedig azt teszem, akkor szenvedést elektromechanikus módon. De hogyan lép át az egyik a másikból, az egyik cselekedett a másikba? Hogyan lesz a cselekedetből érzékelés? Az a tény, mondja, hogy megvan az oka a dolognak, ettem például, vagy ittam. De hol van az érzékelés edénye? Hát ezt nem tudjuk. Nem látjuk. Tudjuk, hogy ott van. A tudósok ezt nem tudják felfedezni. Mondják, hogy ezt élvezzük, meg azt élvezzük. Vagy hogyha ugyanaz történik, akkor ugyanabban az edényben szenved, vagy de ugyanabban az edényben örömet is kapsz. Ez igaz, mondja. De hogy az edény hol van maga, azt senki nem tudja. Oké, mondjuk, folytatja a saját kérdést. Tehát mondjuk te simogatod a gyerekedet, és megjelenik egyfajta elektromágneses hatásközetek, amelyet te érzelemnek fogsz nevezni, és mindenféle kémiai reakciók indulnak meg. De hol van az öröme ennek? Hogyan érezheted, hogy hol az öröme? Nem láthatod ezt. Azért, mert ez nincs az ásványi növény és állati szinteken.
ez felette van, még hogyha egy állat érez egy ilyenfajta örömet, vagy egy növény, vagy egy cikla, minden öröm, az felette van az anyagnak. Ezt az anyagban nem fogják megtalálni. Tehát az, aki egy végtelen örömet tud kapni, vagy végtelen örömet, az nyilván a rendszer összeomlását is okozhatja, mert a test nem tudna elviselni. Tehát például az, aki valaki drogokat szed, vagy dopamint próbál szedni, a test beomlik. Ez azért van, mondja Rav, mert az örömet a testen keresztül akartok irányítani. Tehát ha úgy élünk a testben, ahogy élünk, tehát megadod a testnek a szexet, az ételt, a pénzt, tehát a testi vágyaknak adsz ki elégülést, majd pedig át akarsz lépni a spirituális örömökre, a spirituális örömök pedig a szűrő által vannak vezérelve, és összevett fény által. Tehát ez azt is jelenti, hogy te egy magasabb szintjére lépsz, annak, hogy tudd a spirituális örömet kontrollálni. Az öröm, az nem az az öröm, amely valamilyen testi dolgokhoz tartozik. Tehát fogsz egy kabalistát, aki erről ír, és aki az Acélot világának a cselekedetét élvezi, hát ezt nem lehet megragadni ebbe a világba. Csak akkor a fölemelkezte is oda. Tehát ha te éreznek arra őt, akkor rá fogsz, hogy nincs jó és rossz a világban, hanem a test reakcióját nevezük jóra meg jónak, mert ez egy élő test, ugyanúgy, mint bármelyik más test esetében, nem több és nem kevesebb, de teljes egészében vibrál a test mondjuk egy öröm várakozásától, nyilván azért, mert olyan edényhez van kapcsolódva a test, amely nem mérhető, mert ebben a világban van. Ezért ez az átmenet, ez egy kicsit problematikus, hogy hogyan lehet átmenni a megszerzésből az adományozásba. Mert az adományozás nem a világban van. Kanadából kérdezi valaki, milyen hiány az, amit egymástól megszerzünk. Tehát ki tudjuk-e tölteni az adokozás edényeinket, vagy a megszerzés edényeinket. Milyen fajta hiány elég meg, amit a többektől kapunk annak érdekében, hogy kitöltsük őket. A mi hiányunk, amely a barátok igényeihez kapcsolódik, amely az ő igényekhez kapcsolódik, tehát ebben kell őket segítenem, az ő vágyakat kell betöltenem. A hiányon túlmenően nekem mindenkit mindenki össze kell kapcsolódnom, és látom kell, hogy ez a kölcsönös kapcsolat az, amit nekem fenn kell tartanom. Tehát bele kell foglalni magam ebbe, tehát még arra sem vagyok kötelezve, hogy bármi mással foglalkozzam, kivéve annak a szükségességével, hogy a spiritualitásba belépjek. Szláva Kármielből kérdezi, hogyha a kapni akarás nem tud örömhöz jutni a megszerzésen keresztül, akkor miért nem lökünk át automatikusan az adakozáshoz? Azért, mert nem minden resimót valósítottam még meg. Tehát az összes resimó, a megszerzési resimóknak fel kell tárulnia, tehát ki kell, hogy tölts teljes egészében a fejlődésedet az egoista úton, és csak akkor tudod a tanulással és egyéb dolgokkal emelni az új resimókat, amik majd az adományozásra irányulnak. Tehát mi nem tudunk kilépni ebből, ezért nem mondhatjuk azt, hogy ugorj az egyik állapotról, amiben vagy, és spirituális állapotban. Hát bár tudnánk, de nem tudjuk. Tehát én kizárólag a felgyorsítást tudom elérni, hogy gyorsabban lépjek túl dolgokon. Tehát kizárólag felgyorsításban tudok lenni, ez pedig a környezettől függ. Na, engedjük őt kérdezni. Mi beszéltünk ezt megelőzően a resimó megvalósításáról. Én nem értek itt valamit, hogyha én megvalósítom a resimót, ami adakozásra irányul, ez a resimó emlékkép, emlékpont, ez elmegy, majd visszatérek a megszerzésbe. Tehát én érzem a vágyat, majd egy új resimó jön, nem? Nem értem, hogy miről beszélsz, mondjanak. Tehát miután kitöltesz egy resimót, beteljesíted, mondjuk adakozást, új resimó jön, ez igaz. Annak érdekében, hogy ez korrigált.
Jó, de mi a különbség a teljes folyamatban, amikor a megszerzésről beszélek, és egy új vágy születik, tehát az újra ki kell töltenem, mivel a Resimó mondja rab, ez egy jó kérdés, valóban. A resiomó, az adakozások a resiomója, amely a korrekciót jelenti, ez az adakozás edényeit jelenti meg, az adakozásnak a módszerének a megjelenését, de ez nem tűnik el. Tehát ugye nem fordul, ez az öröm már nem fordul hiányba, hanem sokkal inkább egy új szintjét valósítod meg a resimón belül, egy új szintjét ott bekutnak az összetapadásnak, és arra van szükséged, hogy valóban a következő resimót megvalósítsd, ezért ébred föl. Tehát az új resimónak a felébredése, az kizárólag attól függ, hogy az előző resimót betesdette-e a dvekutnak egy szintjét, és akkor a resimók láncolata megjelenik. Azonban a megszerzésben, amikor te az előző resimót beteljesíted, akkor éppen ellenkező dolog történik, eltöröd a resimót. Tehát lealacsonyítod, kitörlöd, azért, mert el akarsz nyelni még nagyobb vágyat, érted? Tehát ez minden alkalommal egy zuhanásban vagy, egész addig, amíg elmész a végig, és azt mondod, hogy semmi más nem maradt, semmi más is már tenni, nincsen öröm, már az én életem, ez tök értelmetlen, valaki adjon már valamit nekem, amiben tudok lépni, hogy az életem hátra jövő idejében elveget ágassak. És akkor nyilvánvalóan vagy elmenekülsz az életet hátra jövőszer egy tengerparton heverészel, nagyon sok ember próbálja meg ezt tenni. Olvassuk egy kicsit, hol vagyunk? ולפיכך נמצאים בני אדם משמשים בעסקי העולם בהפך גמור מה שנברא. Ezért akik a világban valamilyen módon viselkednek, ezek, ez a viselkedés különbözhet attól, hogy megszülettek, és az Úr, a törvény azt mondja, hogy minden csak tőlem kapjátok, tehát az Úr mindent a saját értelmének okán tesz, és mindenki, akit a nevén szólítok, azt az én dicsőségemet teremtettem meg. És mi pedig pont az ellenkezőjét mondjuk, mi azt mondjuk, hogy az egész világ csak számunkra megteremtve, azaz mi a világ összes bőségét, ami bensőinkben akarom megragadni, az összes fényt és az összes dicsőséget, ilyen módon nem csoda, hogy mi még mindig nem érdemeltük ki a teljes, bőségnek a megszerzését tőle. Ezért a jó és a rossz mentén való irányításnak egyszerűen így kell lennie, tehát mi nem nyerhetjük meg a jutalmat és a büntetést, mert mi függetlenekké kell válnunk, hiszen ez a jó és a rossznak az eredményeképpen érkezik meg. És amikor mi a megszerzési edényeket használjuk, mi pedig ellentétes módon, hogy meg lettünk teremtve, ez nekünk éreznünk kell azt, hogy a felső gondviselés viszonyul hozzánk, és ez egy törvény, hogy a teremtmény nem tudja nem tudja lezárni a gonoszt, mert a teremtőnek, illetve a teremtmény az egy gonosz cselekvő, és ez nem származhat az egyébként tökéletes teremtőtől. Tehát nyilván, hogy tudunk fölélmekedni mindennek? Sehogy. Tehát mi, nekünk, ugye, tehát én szenvedek attól, hogy bennem egy gonosz ember is él. És ez a teremtőre is igaz egyébként, hogy a teremtőtől származik mindez? Hát mi vagy leírva, mondja rám? Valami olyasmiről ír itt, hogy van egy törvény, hogy a teremtmény nem tud a gonoszt kapni a teremtőtől, mert ez a teremtő dicsőségének a hibája lenne. Tehát a teremtőnek kell gonosz cselekvővé vállalnia, ezt nem a teremtőtől szerezzük meg. Tehát akkor a teremtőtől jön ez a hajlam, vagy nem, végül is mondja. Mert a teremtő tökéletes működtető, és egy gonosz cselekvő pedig nem lehet tökéletes operátor, működtető.
Akkor hogy működik ez annyira? Mi a magyarázata ennek? Na, Lebovics. Azért, mert a teremtett lénynek az előnyére szolgál mindez, mert hogyha az ember felismeri, hogy ő kárt okoz más teremtményeknek, akkor az nem a teremtő miatt van, ezt nem tudom. Tehát nem a teremtőzésére leszelte volna cselekvő. Hiszen ezt írja itt, tehát ez van elrejtve előled, tehát különben nem lennél. Mert ha ez nem így lenne, akkor nem lenne elrejtve előled ez. Tehát, ha honnan származik mégis a szent, akkor a szentség? Hogyha a teremtő érdekében kell gonoszá válnod. Hiszen hogy lehet ezt alkalmazni? Hát nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy neked teljes működtetés kell működtetned, az kell, hogy igen, tehát, Lebovics. Nem azért, mert a teremtő magában problémával szembesült, a teremtő azt gondolhatja, hogy Naniv, na ki más? Na hagyd a szomszédot beszélni. A viszony, tehát a teremtett lény hozzáállásnak a megváltozása a cél. Oké, gondolkodjunk ezen, mondja rá. Egy tökéletes teremtő miért várja el, hogy gonosz legyél? De hát a teremtő az adakozás. Ha én rosszul érzem magam, akkor nem érzem az adakozást. Nem is tudom, hogy elérni. Na, hát ebben van már benne valami. No. Oké, mondja rab. Gondolkozzatok ezzel, mondja rab. De még egyszer. Olvasd ezt el. Tehát ez egy törvény, hogy a teremtmény nem tudja feltárni a teremt, nem kaphatja a gonosz feltárás a teremtőtől, mert ez a teremtő dicsőségének a hibája lenne, ezért a teremtmény úgy érkezik el, mint egy gonosz cselekvő, miközben elvesztené a tökéletes működtető szerepét. Ezért, amikor az ember rosszul érzi magát, akkor a teremtő el kell utasítsa a teremtőnek az irányítását. Oké, na de akkor... És a felső működtető az elrejtőzik abban a pillanatban, tehát elrejtésre kell a teremtő, és ez a legnagyobb büntetés a világban. Szegény ember, mondja. És ilyen módon a jó és a rossznak az érzékenysége, az ő gondviselésével összehasonlítva visel bennünket a jutalmas a büntetés érzékeléséhez, hogy aki erőfeszítéseket tesz. De, hogy ne legyen, szakadjon ki a teremtőtől valakitből, az elnyeri azt, hogy bár rosszat érez a teremtővel való gondviselésében, azonban, hogyha nem tesz erőfeszítéseket, akkor büntetés kap, de lesz választva a teremtőtől való hitben, a teremtőbe hitből. Azonban a jutalom és a büntetések mentén való irányítás alapján a teremtő felkészíti az embert arra, hogy a kollekció végén mindent elnyerhessen tőle a teremtmény, és az összes ember, akinek megvan a korrigált edénye a megszerzésben, annak érdekében, hogy ezt adakozni tudjon ezáltal az Úrnak. Ahogy írva van, az Úr mindent a saját céljai érdekében tesz meg, azaz a kezdetekben ez lett megteremtve, és egy hatalmas zivug jelent meg az Atik Jominban az idők végén, amely megvált bennünket a szeretet által, és az összes bűn érdemek kifordul, és minden rossz pedig jóvá. És ezzel egy időben az ő felső gondviselése az feltárul a világban, és látni kell, hogy ő az egyetlen, aki mindent cselekszik, és ezek a cselekedetek tőle áradnak ki. Ennyi, mondja rá. Akkor énekeljünk egy dalt együtt. בואו נגלה את הקשר שבין כל האנשים בואו ונראה מעבר לכל ההבדלים בואו ונגיד ביחד שאנחנו מוכנים להתחשב בכל הפאזל בו כולנו חלקים בקרוב הקץ למלחמות את הכל עוד אפשר כאן לשנות בואו נגלה
הקשר שקושר את הלבבות נתחבר כולם ביחד ונתחיל סוף סוף לחיות Come on everybody it's this connection we reveal Come on everybody let's discover what's concealed Come on everybody let's unite and seal the deal Let's join our hearts together so we can finally feel so close this love will end our wars pretty soon we will live with open doors come on everybody